Kihelyezett konzuli napot szervezett az egyszerűsített honosításban segítkező Eurotrans Alapítvány Temesváron. Az ügyintézéshez a Kóskároly Közösségi Házba várták a honosítást, illetve egyéb magyar iratokat igénylőket, de nem csak a városból, hanem Temes megye több településéről is. A magyar állampolgárság igényléséhez szükséges procedurák lebonyolításában segítkezik az Eurotrans Alapítvány. Munkatársai heti 2-3 kiszállást szerveznek a régiójukban, ekkor összegyűjtik a szükséges iratokat az igénylőktől, majd kihelyezett konzuli napon a magyar állam képviselője veszi át az elkészített iratcsomókat. A szálak a Temes megyei RMDS irodájában futnak össze. Hát több településről érkeztek, előbb programozzuk az embereket, de hát az Eurotrans kollégáival együtt összeállítjuk a dossziékat, az iratcsomókat, megtörténnek a tanácsadás, a fogadás, összeállított dossziék, és itt, aki már jelentkezik, programozva, ugye időpontot betartva, jelentkezik ugye a nyelvvizsgára és a dosszié leadására. A konzuli napra már csak a kész iratcsomóval rendelkezőknek kellett Temesvárig eljönniük, az iratok beszerzésében az Eurotrans munkatársai az igénylő lakhelyét képező településeken segítkeznek. Hetente két alkalommal kiszállásra megyünk, Temes megyében különböző helyekre, ahol igény van. Elsősorban az érdeklődők betelefonálnak az RMDS irodában, és annak függvényében, hogy hány jelentkező van, összefoglaljuk és kimegyünk. Ilyen körülmények között csak egyszer kellett az igénylőknek Temesvárra beutazni, hogy leadhassák a honosítási kérelmet a konzulátus helyszínre kiszállt munkatársainak. Ez pedig jóval rövidebb út, mintha Kolozsvárig a konzulátusra kellett volna menniük. Az igénylők elmondták, hogy honnan hallottak a lehetőségről. Sajtóban, interneten, és így egyszerűbb persze, nem kell utazni, és ezt a megoldást választottuk. A legtöbben hangsúlyozták, hogy identitásuk erősítését látják a honosításban, másrészt nagyobb lehetőségek nyílnak meg, és ez elsősorban a gyerekek, a fiatalabb generáció számára fontos.